így néz ki majd a spirit portál. Még nem teljesen vagyok készve, de már össze kell kicsit még pakolni, hogy ugye a spirit box az itt külön van kapcsolva, azért, hogy látható, folyamatosan most éppen teker. Keresgél. Na, hát most így tesztelem. És itt, ami látható, az ugye egy guitar amplifier, ami egy kis, hát egy kicsi hangszórócska, és abban segít, hogy tisztán halljuk majd az átjövő információkat. Van egy noise gate-ünk, ami arra szolgál, hogy a spirit boxból jövő hangot azt így megszűrje. Most meg is mutatom, hogy az milyen. Tehát ezt a hangot tudjuk kiszűrni belőle. Tehát, hogy ez a hang, ez nem kell. Sokkal tisztábban lehessen érteni a bejövő információkat, mármint azt, amikor elkezdenek beszélni a spirit boxon keresztül. Úgy erre való a noise gate, hogy ezt így le szedje ezt a sistergő hangot. Van egy Huffington reverbing is, ami segít abban, hogy érthetőbben jöjjön át ez a hang. A tone print, vagy nem tudom milyen nevezetű alkalmazás jár ehhez az eszközhöz. Ezen már előzelegesen beállítottam dolgokat, amik segítenek abban, hogy a bejövő hang sokkal tisztább és érthetőbb legyen. Továbbá, ez lesz, ha összépítem teljesen, egy mobil box, ami cipelhető magunkkal a paranormális helyszínekre, ahol EVP, tehát így nevezik az ilyen paranormális investigator körökben, hogy is van az magyarul? Várja, nem jut eszembe. Na majd utána nézek, pontosan hogyan van magyar fordításban. A lényeg az, hogy amikor kapcsolat jön létre a túlvilággal, a másik oldallal, akkor így lehet kommunikálni, ez az EVP-s kommunikáció, szellemekkel, elhunytakkal, entitásokkal, blablabla. Bla. És ezt fogom majd cipelni magammal a különböző helyszínekre, ahol majd vagy felfedezzük a valóságot, vagy nem. Illetve itt van az EK1-es EMF mérőkészülékecske, ami mutatja az elektromágneses mező torzulásait. Ez jelen pillanatban ugye 0-0 van, de ha nagyon izé akarok lenni, akkor ide teszem ehhez, és itt minimálisan, de be, hogy hívják on. Viszont jövök a laptophoz, a laptopnál, hogy hoppá, júj, de aktívan. Hát persze, mert a számítógép elektromágneses mezőt generál, miközben működik. Tehát ez az eszköz, ez akkor érdemes használni, hogyha tudjuk jól, hogy a helyszínen semmilyen elektromosság nincsen. Tehát nincs, ami torzítsa az elektromágneses mezőt. Illetve ebből elméletileg bele van építve egy ilyen kis hőmérséklet érzékelő cucc is. Tehát, hogyha hirtelen hőmérséklet változás van, akkor is ez a kis érzékelőcske, ez így felugrik meg vissza. Úgyhogy ez lesz majd a alapkészletem, amivel jönni-menni fogok, bár lehet, hogy többnyire csak ezzel a kis spirit box-szal fogtok találkozni a kezemben, és ezzel fogok jönni-menni és investigálni, hogy mondják ott angolok. Úgyhogy röviden ennyit a csodálatos eszközökről, később majd még ismét jelentkezem.